Köszöntök mindenkit, az én nevem Strek, és a mai napon egy újdonságot fogunk kipróbálni, amely a Gone Home névre, vagy címre hallgat. Nem játszottam még soha ezzel a játékkal, de rengeteg pozitív kritikát és véleményt olvastam már róla korábban. Szóval ezt fogjuk most kipróbálni. Nem is tudom, hogy igazából mire számítsak, tehát hogy milyen stílus. Ezt tudom, hogy valamilyen story-based alapú cucc. Aztán meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Ha egy kicsit nem túl jó a Blue Box minőség, az azért van, mert ki már vaksötét van, szóval természetes fényem nincsen. Emiatt sorry, de ma így alakult. Szóval, ja, akkor nézzük meg, hogy mit is tud ez a cucc. Igen. Ez a loading screen már eleve kurva jó, ez a kazettás pörgés, ez zseniális, nagyon kreatív. The Fulbright Company present. Hi mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you. See you soon. Bye. Jó. Ez nem tudok mit hozzáfűzni még. 95. június 7-e. Ez hajnali, vagy éjfél egy óra. Kicsit lejjebb veszem a hangot. Oh, we are in game. Nice. Oh, ez zoom. Még lejjebb veszem. Caitlin Greenbrier, Portland, 270-es járat, 95. június 6. Gondolom, akkor ezek lennénk mi? Ez a Caitlin? Oh, nice, nice. Ó, ezt ki tudom nyitni. Karácsonyi kacsa. Mozgass az egeret. Aha, és így meg tudom ezt nézni. Jó, hát... ó! Ja, várjál, van ilyenem. Tárgyak. Ez egy útlevél. Ugye Caitlin, igen. 73. december 12-én születtünk Amerika. Aha. Jó. Ez meg egy, igen, egy boarding pass, térképünk is van, első tornát, napló. Jó, és ilyen inventoring nincs? Az nincsen. Ó! Egy kulcs, zsír. Akkor ezzel tudunk majd bemenni. Kéti, sajnálom, hogy nem lehetek ott veled, de most nem lehetséges. Kérlek, kérlek, ne kutass utánam. Nem akarom, hogy bárki is tudja, egyszer majd találkozunk, ne aggódj miattam, szeretlek, Sam. What? Ó. Oh. Lámpa. Jó, benn vagyunk a házban. Remélem ez nem valami horror cucc. Ezt nem te... feljegyzés. Útmutató az új háztól a munkahelyig. Nemzeti erdő Erdély szállomás. Én már után balra. Ez egy leírás, hogy hogy tudunk eljutni valahova. Itt nincs semmi. Zsebkendős doboz. Itt egyéb? Nem, semmi. Jó. Akkor szépen haladjunk szisztematikusan, én amondó vagyok. Mappa. Számla. Wellspringi kötele költöztető Kft. Ez egy költöztető cég. 88 Creek út, oké. Okay. Szállítások listája. Dobozok, dobozok, francia ágy, konyha, gyerekágy, túlsúlyos könyvtár. Annak tuti lesz még jelentősége. Iroda, 24-szoros tévé, 14-szoros tévé. Folytatódik a melléklet a munka. Dear Katie, so much has changed, even just since you've been away. We moved into this house. I'm in a new school. And my big sister being gone for a year doesn't make it any easier. It doesn't feel real. But I'm not gonna let it faze me. I used to tell you everything, and if I can't do it in person, because you're off gallivanting around who knows where, I'll tell it to this journal, just like I was talking to you. Ez zseniális. Gyerekek! Ezt hallgattátok? Aha, és akkor most van egy ilyenünk szerintem, napló, aha, az új házban. A kedves két, akkor ezt a hugom mondta, a hugom írta a naplóba.
Outro magazin, 51 verseny, $21 értékű nyereményekkel. Stephen King! Bírjátok összesen, hogy nézzük, hogy én kerest itt, aki jó. WC papír, most nem kell kakilnom. Doboz. Ez milyen? Aha, ez ilyen raktapasz. Kint azért keményen es. Nincs kulcs? Nincs. Akkor menjünk most erre. Üzenetek. Sam. 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 Daniel. Where are you? Hol vagy? Komolyan beszélnünk kell. Mi az Isten fasza van? Ez már én vagyok, hogy megkaptuk ugye a... Megkaptam a jegyet. Haza Európából. Jó. Daniel a régi szomszédságunkból hívott, szeretne eljönni megnézni a házat, hív vissza. Anyu Daniel tök bolond, csak azért loptam vele, mert kiskoromban neki volt egyedül Nintendo-ja. Na ez zseb haszon kurva. Bazd meg, mekkora ház? Na jó, most ne erre menjünk, hanem arra. Jó, és akkor itt szépen rajzoljuk közben az izét is. A térképünket a házban. Mi Takem a megyei erdészeti szolgálat, Janice Greenbrier. Ez akkor szerintem a muter... Baszódjatok meg! Meg valami társas játék. De megijedtem, ilyen jumpscare-ek vannak, bazd meg. Itt. Na, levelet. Kedves Jen, annyira jóra hallani felőled, ez az egész új házas dolog elég komoly kalandnak hangzik. Emlékszem még a kicsi közös koleszt szobánkra az első egyetemi évünkben, amikor szánalmasak voltunk, és az álom lakásunkról álmodoztunk, mindig is egy villát akartam, te pedig egy házat az erdőben. És lássadat, kikapta meg mindkettőt, valaki odafent kedvelt téged, nekem is jól jön elféle varázslat. Küldj egy pár lottószámot, megjátszom őket, de nem szabadna panaszkodnom, mert erről a régi kétszintes házról, ami azóta megvan, hogy Bobot Winnipegbe helyezték át. Épp most vásároltunk linoleum burkolatot, irigy vagy már? Csak szólj, hogy ha helyet akarsz cserélni, szóval hogy vannak a lányok, Kéti már elment a nagy európai kalandjára. Ha már az irigységnél tartunk, írj vissza hamar, annyira hiányzó szobatársam Carol. Nice, nice Carol. Thank you for the nice words. Biblia. Nem véletlenül lehet ezt így elvenni. Koponya, ezek ilyen lófasz. Ez mi? Szellőző. Ez zárva, akkor ide kulcs kell. Akkor nézzük meg itt lent ezt a szintet, aztán majd megyünk föntebb később. Sam, Katie... Aha! Jó, tehát akkor... A Jen az a muter, a Terry meg a fater. És akkor az ott fönn vagyok én, ő itt a húgom, akitől a levelet olvastuk. Jó, értem. Faszaintosság. Feljegyzés. Üdvözöllek nálunk tanuló. Reméljük te is annyira izgatott vagy az első napod miatt a Goodfellow középiskolában, mint mi. Kérek, ne felejtsd el magad hozni a következőket az első napodon az óráidra, nehogy kimaradj az izgalmakból. Egy erős zsebes mappát mind a 6 órát hoz, egy vonalas fizetet minden órára, vagy egy nagyobb fizetet 6 részre osztva, legalább 6 tollat, kék vagy fekete és 6 ceruzán, egy doboz színes ceruzát, ne felejts el sokat aludni a megelőző éjszaka, az első csengőre pedig reggel 8-szor számítasz ismét csak. Üdvözöllek, és nem sokára találkozunk. Beth, van ez igazgató, az iskola igazgató, egyszer mindig valami All of a sudden, every kid in the room turns and just stares like I suddenly transformed into a mutant. I just stood there, wishing pretty hard for a rewind button. Because now maybe nobody knows my name, but they all know who I am.
The Psycho House Girl. Psycho House Girl. Great. Ez mi volt? Szia, anyu és apu. Sam, Párizsban vagyok, rengeteg párizsi dolgot csináltam. Ettem sajnálom, igen, eljöttem, amikor vissza, Sam, hozok neked valamit a Shakespeare könyv kiadótól, mivel te vagy a kedvenc hugocskám, imádlak benneteket, Kéti, ezt akkor én írtam. A Boone megyei Oscar Mason 60 évesen hunyt el csendben otthonában a múlt hónapban. Mr. Mason 33. szeptember 8-án született abban a házban, amely élete végéig otthont jelentett neki. A fiatal korábban szerezett gyógyszereszi... Szívesen gyorsan is szeretett annak kell vált. Jó, a halálát meg az évtizedekben ritkán láttak házon kívül. Szertetést ezen a héten vasárnap tartják az első metodista templomban, délután 1-kor. Mindenkit szívesen látnak. Leszámítottai közé tartozik önök egy cset Terence Greenbrier, valamint lélekben Boom megy egy lakói. A Terence Greenbrier, akkor az az én faterom, és akkor az ő nagybátyja lesz ez a faszi, aki meghalt. Oké, okay. Fénykép. Ezek szerint, ez meg szerintem én vagyok. Nem, de zódod, ez nagyon hasonlít ránk. Milyen könyv ez? JFK megölése, Killing Edgar, ez kurva jó amúgy. Ez egy kurva jó filmben is. Ó, ez számzáras! Nice, nice! Akkor ez számzáras, ide számzár kell nekünk. Iratgyűjtő. Sehol semmi van. John Russell felnyitotta a szemét és megpillantotta őket, a csillagokat úgy szikreztek, mint ott feküdt volna a családi udvar fűvén Massachusettsben, pedig az a hely 1 millió mérfölddel távolabb volt. Nem pislogott párat és kiverte a szeméből. Az álmot kifelé tekintve az Archimedes űrállomás karmonban volt a biztonság jövőjén. Igen, messze volt az otthonától, de a jövőnek szüksége volt rá, ez érdekes. John Russell szédült, hihetetlen. Ez egy könyv vázlata. Az elektromos előtékelhezett a házban technikailag teljesen biztonságos és megfelel az áramerősségi szempontoknak, azonban az utóbbi szerzőben több léteni vezeteket építettek be, a rendszer gyakran kiszámítatlan, fények villognak minden ok nélkül a padlóra és ajtófélfekre, mert nyomás megszakítja a felszállott futóáramköröket. Viszont nem erről való egyeztetés után, mivel jelenleg nincsenek biztonságot érintő gondok, ezek a hibák nem kerülnek kijavításra. Tehát akkor előfordulhat, hogy villog a házban minden, mint a Salamon fassa. Az nem jó, mert attól én meg be fogok szarni. Most a kérdés az, hogy ebbe a játékba egy 1-től 10-es skálán mennyire tudunk megbaszódni. Férfiak magazin, ez valami pornó magazin. Hogy egy 1-től 10-es skálán mennyire tudunk ám megbaszódni. Stranger Under My Roof. Jó, az is egy könyv. Ne menjünk innen. Akkor ezt itt nagyjából... Ezért mindenhol fölkapcsolok mindent, baszódj meg. Honnan jöttünk, akkor erre menjünk. Hé, te vagy az új lány, szem Tomi vagyok, hátul ülök, integesen megkaptad. Szia, Tomi, igen, Samantha vagyok, és igen, új Mizu is. Arra gondoltam, mivel úgy itt kellene egy barát, nekem sem sok barát, amit szeretnék kérdezni, amit ha nem baj, igen, nem. Ha nem baj, mit szeretnék kérdezni, csak a nagybácsi dőrült meg, vagy öröklődik? Aha, tehát akkor a nagybácsikánk az megőrült. Itt szól a tévé. Mindent felkapcsolok a gecibe amúgy. Nem kell. Tehát akkor mi ide költöztünk, és rólunk az a hír terjed, hogy megőrültünk. Na most... A nem jó! Ha így mindenki azt gondolja rólunk, hogy kretének vagyunk, bazd meg. Levél. Kérlek, addod ezt édesanyádnak. Janice, köszönöm, hogy vendégül láttad Dennyt az új otthonotokban, nagyon hiányzott neki a szomszédba a kis barátja Samantha. Danny megkérdezte, hogy kölcsönadhatja a Nintendo utcai harcos kötetet, és engedélyt adtam rá, egyébként is kevesebb időt kellene tölteni azokkal a játékokkal, nem sürgős visszaadni üzenem Samantának, hogy bármikor szívesen látjuk nálunk. Tiszteletem, Méri. Jó. Tehát akkor ez a Danny gyereknek a muterja... So moving away has been a good excuse to, like, not see him anymore.
But he did always have the good Nintendo games. Maybe I'll give him a call. Ez kibaszott jó volt. A barátok. Hopp, várj, ezt el tudom olvasni. Szia Loni! Szóval ha szeretnél eltérni hozzánk ma délután, ez nagyon király lenne, majd én vezetek, kicsit messze van, de haza is tudlak hozni, szóval remélem ezzel nem lesz gond. Írj vissza, és hagyj ezt a szekrényemben, ha még mindig akarod, hogy találkozunk a parkolóban 6 óra után. Samantha. Na hát, totál benne vagyok, ott találkozunk, aztán majd szétrugom a feneket, készülj fel rá el. Fasza. So you know what they say about the best laid plans of mice and men? Yeah, turns out it applies to Street Fighter 2. At least I worked up the courage to walk into the 7-Eleven and ask for a turn, but all that practice at home did not exactly translate in the wild. So after I was finished getting my butt kicked, I followed them outside while they smiled. And that was when she asked me if I was that psycho house girl. Az őrült házas. Értem már. She said she's always really wanted to see the psycho house. Her name is Lonnie. She's coming over tomorrow. Jó, értem már. Tehát az őrült házas az azt jelenti, hogy akkor a faterunk nagybátyja az gecire kinyírta magát ebben a házban. Tehát, ugye mindenki azt tartja róla, hogy őrült. Szóval, de ugye mi ide költöztünk ebbe a házba, és hát így ismerkedünk emberekkel. És azt gondolják néhányan, hogy elmebetegek vagyunk mi is, más viszont érdekel az egész téma, és hogy szívesen átjönne hozzánk, illetve bukik gondolom a csajra. Felnök fognak rászállni, bum, megy a éjszakát rége. Jó, igen. Idegen személyzet elhelyezés, Bruce Pendleton személyzeti vezető. Előtt égetés művelet, igen. A felügyelő tiszt Flintlock ellenőrzte államosan Janice Greenwell, a fő természetvezető, az a muterünk, a áthelyezett személyzetre felügyel, a áthelyezés időtlen teljesítmény értékelésétől függ, a felügyelő tiszt állásától függ. Tehát a muterunkat helyezik át, most ezt jól értem? Vörös jobb kéz, ez hajfesték. Lonnie brought her hair dye over today. She said, I need to fix these roots, think you could help. Dying hair is weirdly intimate. Ez a Lonnie, ez nő, bazd meg. Know if I've touched someone else's scalp before. That's pretty intimate, right? It felt intimate. We looked in the mirror together after, and I expected her to say something about how it looked crappy or good or whatever. But that's when she said, "You're so beautiful." And she was looking at me. Right in that moment, I wanted to say. Leszbizés van itt. I waited, and the moment was gone. Fú, gyerekek, ez kurva jó amúgy. Hát ez a sztori, ez valami félelmetesen jónak ígérkezik. Telefon. Nincs telefon, of course. Levél. Kedves Jen, ó, édesem, teljesen megértem, hogy mit érzel. Bobnak és nekem is megvoltak a saját völgyeink, gyakorlatilag az életmódunkká vált, majd hozzászoktuk egymás az életek a saját életeket ugyanabban a házban. A gyerekek felnek, kirepülnek, házassági problémáról van szó. Annyira sajnálom, ezzel nem segítek, igaz? Ne aggódj, Teri majd kieveri, bármi is rágódik, és a dolgok visszatérnek a rendes kerékvágásba. Ami pedig szemet illeti, és a távolság tartását, ilyenek a tinik. Ne aggódj, miatta, addig is ez a szabályozott égetés nagyon kalandosnak tűnik, ne ugorjunk az elejére. Ez az új vadőr, akit küldtek, róla szeretnék hallani. Rick vadőr, ugye csak vicces, túl tökéletes. Mindent el kell árulnod, és küldj képeket, az egész csomagot akarom. Várjunk csak, az elég rossz jött ki. Fejed fel, amíg Teri kimászik a gödréből, addig is írj az öreg barát. Carolnak. Tehát van ez a Carol nevű barátnője muterunknak, aki szintén ott dolgozik, ahol muter ugye itt, mint vadőr, és egy új, hát szokás szerint, mint a nők általában trécselnek, és egy új vadőr jött, a Rick, aki nagyon bejön nekik, és szeretne vele össze feküdni, ez a buta ribanc. Na jó, oké. Only fogkrém. Jó, nothing. Itt nincs semmi. Ezeket nem lehet nyitni, esetleg ezt itt, ezt lehet, jó. Raktapasz, borotvahab, fogkefe, nothing special. Akkor go erre.
Visszastékes technikák, ez kell a faszomnak. Egy szellemjáték. Zsír, az menő. Hát itt ennyi van. Ez iratgyűjtő. Nem kell. Ezt ki sem nyitottam még, baszki. Ja de, tévé, itt volt a tévé. Jó, akkor ez is ennyi. Erre kell tovább mennünk. Anya és apa készítette volna elő a vendégszobát neked a nyárra, de mivel olyan hirtelen érkezte, az így nem értek rá. Használtad az én szobát, ha akarod, nekem már úgysem lesz rá szükségem. Sam. Itt vannak a dobozok, szerintem erről volt, hogy túlsúlyos. Hé, Sam, korábban már kérdezhet, hogy mit jelentenek a katonai szalagok. Itt van egy kis magyarázatájuk, és ez azt jelenti, hogy a hadsereg szerint nem tévedek el. Lövészcsapat, igen, igen, Loni. Szellemvadásznapló. Egy magas árnya fenti előszobában, amikor megkerültem a sarkot, senki nem volt ott, milyen magas volt Oszkár nagybácsi, nem viseltem szemüveget. 44, egy halkhang szűrőt fel a lépcsőn. Aha, tehát szellem paranormális jelenségeket ír le valaki. Ez érdekes. Kéti. Ezt miért lehet itt kinyitni, ha nincs itt semmi? Aha, nagy fasz nincsen! Bazd meg. Ez mindegyiknél van vajon? Az nélkül is. Sometimes you just have to lie to mom and dad. Like when Lonnie asked me to see a band with her and stay over at her friend's place in the city after. That's a lie to mom and dad situation. But it was so worth it. The girls on stage were just so loud and real and awesome. And everybody was moving together like one huge tide of sound. Between two songs, Lonnie leaned over and said, "How do you like your first show?" I was so happy. I felt tears starting in my eyes. And then she up and hugged me. Itt ez egy kapcsolatról szól, egy szerelemről. Gyakorlatilag, ahogyan így, ami eddig lejött nekem. Szem sötét szobája, tilos a belépés, ha a piros lámpák égnek. Aha, tehát ide csak akkor mehetünk be, hogyha a piros lámpák nem ég. Vagy valami kulcsot kell találnunk. Na hát akkor ezt itt átnéztük szintén. Hú, basszátok meg, ez kurva nagy ez a ház. Én Samantha Greenbrier, 17 éves vagyok, ebből kifelől pedig független és teljesen működőképes ember lény. A tény, hogy még mindig megtiltjátok, hogy egyedül bemenjek a városba, egyszerűen abszurd, Kéti pedig csak 3 évvel idősebb, őt pedig egyedül engeditek az óceán túl egy másik kontinensre. Egyetlen estét szeretnék kelteni egy totál biztonságos városban egyedül, mint egy ember lény, és mivel emlékeztetetek rá, hogy van se tudom, hogy megsamályíthatok. Személyes üdvözlet, szívélyes üdvözlet, lehetok Samantha. Jó, tehát ugye akkor én vagyok Kéti. A húgom Samantha. Jó. És akkor most mi van? Most mit kéne csinálnom? Mert egy kulcsot azt nem találtam amúgy. Amivel ezeket ki lehetne nyitni. Várjatok csak itt ugye, ezt itt nincs ilyen gomb. Mi az egér érzékenység, geci. Ezek a farkas üvöltésszerű villám, bazd meg. De ez zárva van. Ez dészszar, hogy nem lehet benne futni amúgy. Szerintem akkor most kulcsot kéne találnunk, hogy valamit kinyissunk, de mi a faszt? Ez mi? Ezt a képet néztük már. Itt sincs ilyen lófasz, szerintem az csak ott lesz egyedül. Nagyon érdekes egyébként, hogy ebből mi fog ki
sülni. Ez több mint érdekes egyébként. Ugye először is ezt kéne... Bassza meg, várjál! Ezen most nem, igen, Pioneer. Ezt kéne valahogy kinyitnunk, de... Mi lehet a kombináció? GFK, többre vagy... Visszazapokat is, hogy visszakedve Dallasba. Korai űrrepülés, utópia, mások világháború. Itt is néztünk mindent, ugye? Azt még nem. Viszont a rendszer könyvben a kezébe ezennel szeretném tájékoztatni, hogy a találkozó a Mercury könyvek sajnos nem szeretnék azok kérni az Ön véletlen planéta című kötetek folytatását. A véletlen megmentő alacsony adás ellenére abban remény mentünk be a második könyv keresőbb, hogy idővel John lesz egy sorozat elterjed. A második könyv keres az első és alacsonyabbak voltak, emiatt pedig a sorozat feletti gondok, és ezen itt véget ér. Öröm az Ön kerekre dolgozni, és csak a legjobbakat kívánok John Russellnek a jövőben egy kalandozásén tisztelt, tehát Donald Fripps kiadó Mercury könyvek. Tehát akkor ugye én egy, a fater az egy író, és nem adják ki már a könyvét, mert szarok, és senki nem olvassa el. Assi, assi. Ja, itt mindent megnéztünk, kurvára. Itt ennyi van. Bazd meg. 0451 a picsába! 0451 lesz valahova a kód. 0451, 0451. 450. Á! Kurva! Jó, ügyvédi iroda. Melyikedni csatolta megtalálja az eredeti dokumentumot és gépet másodott a további funkcióreken hitelés, tehát például az irodánkban nyitották be. Köszönjük, hogy mindenket bíztunk a fontos ügyben. Különlük és Mice iroda. Én Oscar nézem, belátás és sajnálkú képességem teljes birtokában, valamint tulajdonéim listán a vételben befejezésre mentesen este az emelyek szerint. Ennek ezen kérdentem, hogy Boom megye életre szóló lakója vagyok, nincs feleségem sem gyermekem. Kérdentem, hogy nevemhez nem tartozik kiemelkedő adósság sem, élő sem holt személy irányában. Ezen minden élet értéktárgyamat beleértve az Eberhill egy adányától a lakóhelyemet és a környezet területet, valamint minden személyes, ifjabb Terence el. Greenberg el is, Greenberg, ne, el is nagyon az eset, amíg Terence L. Greenberg el, nem halálozna el. Ez az örökség, igen, szóval a faterunkra bízza mindenét a az ő tesójának az apja. Nem írtam el, minden, augusztus 13. Jó. Én azt kérdezem, beállítás, és csak jó. Igen, kijelentem, hogy Boom egy életre szólok, hogy igen, kijelentem, hogy nem ezt tartozom. Hát ez már most hülye, ötször írta le, ezen mindent, igen. Oscar Mason. Jó, tehát akkor ránk bízott mindent a... De most ezért kellett ennyit szopni, hogy ezt itt ki tudjam nyitni most? You gonna be kidding me, right? Ennyi? Ezért kellett szívnom, hogy ezt elolvassam, hogy ránk hagyja? Hát ez elég evidensnek tűnt, nem baszki? Mi van még, amit ki kell nyitni, vagy nyitni, vagy ilyesmi? Feldühít amúgy. De azt az egyes számzárat legalább kinyitottuk. Az egy tök jó dolog, de az volt ez, ugye? Igen, a 0451-es. Akkor van még föntebb egy számzár a hugunknak a szobájában. Meg van a... Ez az a ár, ez az ár. Ezt lő... Fingom nincsen, hogy ide hogy lehet találni. Nézd, ez kutya a 15. születésnapodon. Ez most ez real. Boldog születésnapot, Sam, Harvey nagybácsi. Kösz, Harvey nagybácsi, kurva kutyát küldesz szüli napomra. Hol lehetne egy kulcs? Ide. Interesting. Én nekem ez valamiért annyira gyanús. Ez itt van az ajtó mellett, bazzeng. Nem tudom. Semmi. Ide nincs kulcs, gec.
Talán komolyan mondom, oda nincs kulcs. Mindent megnéztem, rohadjak meg, ha nem. Csillagokból sem jön ki semmi. Es, mint szuper, amint aranyos, szóval... Hát ez fasza. Halljátok, ezt most szivattok, ugye most már? Ti már rég vágjátok, hogy észrevettétek, bassza meg, tuti. Pedig itt kell lennie a szobájában, hogyha valahol, akkor annak itt kéne lennie. Ez a Nintendo kombó. Mindent megnéztünk, srácok. Mindent, vágod? Mindent megnéztünk. Még a slozit... is megnéztem, bassza meg. Hirtelen azt hittem, hogy egy kulcsokat utáni öngyilkos lettem volna. Az mi? Loni szabályai. Nem kell, köszönöm, örülök, hogy hozzáértök, ezekbe került Rick. Aha, tehát kapunk mi is a szarfaszútól izéket. Leveleket, vagy ilyen ajándékokat. Mocskos. Rohadjak meg! Hullára átnéztem ezt a házat, baszki! No more stuffs here, guys! Ezeket nem lehet nyitni. Ennyi. Ennyi, nem tudom. Felbasz. Círmos. Sehol nem találok erre már több nyomot. Láttatok már ilyet amúgy? Earth and Fire, kurva nagy zene. Jó, srácok, ennyi. Innen megyünk majd tovább. Nem tudom, hogy mi van most, hogy hogyan tovább. Én köszönöm szépen a figyelmeteket. Ha tetszett ez a rész, és szeretnétek ebből folytatást, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára. Én Streki voltam, találkozunk legközelebb. Köszönöm a figyelmeteket, és pacsi, sziasztok!